A Föld napján a főtéren az óvodások és a bölcsődések számára szerveztek programokat, délután a csónakázó tóhoz hívták piknikezni a város lakóit. Végső búcsú. A Herényi temetőben nagy részvét mellett temették el Szarka Zoltánt, a Haladás 73 éves korában elhunyt olimpiai bajnok kapusát. Adománygyűjtés. Kövér László a parlament elnöke volt a II. János Pál katolikus szakkollégium támogatói estjének fővédnöke és díszvendége. Ez a Szombathelyi Televízió híradója, a műsorvezető Potyondi Nikolett. Jó estét kívánok! Sportolhattak, kézműveskedhettek és aszfaltra rajzolhattak a város óvodásai és bölcsődései a Föld napja alkalmából megtartott főtéri rendezvényen, ahol kihirdették a rajzverseny eredményét is. A programok délután a csónakázó tónál folytatódtak. A világ nagy részén már 1970 óta, hazánkban pedig 26 éve ünnepeljük április 22-én a Föld napját. A szombathelyi önkormányzat minden esztendőben színes programokat szervez erre a napra. A bölcsődéseket és az óvodásokat idén is a főtérre várták péntek délelőtt. A városvezetés a járókelők figyelmét igyekezett felhívni a környezetvédelem fontosságára. Azon kevés városok közé tartozunk, ahol elektromos autó töltő vagy akkumulátor töltő helyeket lehet találni a városban. Ezen kívül aztán a város zöld szívét, a csónakázó tó környékét megújítottuk és megújítjuk, a rekreációs övezetet megújítottuk. Ez mind-mind azt jelenti, hogy élhetővé, kellemessé váljék a város. Hogy mennyire fogékonyak a környezetvédelem iránt a gyerekek, jól jelzi, hogy a Föld napjához kapcsolódó pályázatra 141 rajzot küldtek be. Az alkotókat a színpadon a polgármester és Kocka Tibor alpolgármester köszöntötte. A legjobb 5 pályázó elismerést is kapott. Pörlitbalom nem szennyezi a levegőt, úgyhogy csináltam egy virágos rétet, kivágott farönköket, meg fákat. A főtérre kilátogató csoportok nem ezen a rendezvényen hallottak először a Föld napjáról. A legtöbb óvodában egész héten a kék bolygó állt a foglalkozások középpontjában. Közös virágültetéssel ünnepeljük a Föld napját. Előtte a csoportokban beszélgettek az óvónők, a kolléganőim arról, hogy mit tudunk mi tenni, mit tudnak a gyerekek tenni, hogyan tudnak ők vigyázni a földre. Kora délutánig több száz bölcsődés és óvodás mozgott kedvére, próbálta ki a környezetbarát közlekedési eszközöket, és kézműveskedett a város főterén. A programok később a csónakázótó környékén piknikkel folytatódtak. Összefogtak a megye médiumai a Föld napján a bolygóért és a gyermekek egészségéért. A Friss Rádió, a Vas Népe, a Vas megyei Szuperinfo és a Szombathelyi Hét Nap, valamint a Szombathelyi Televízió közösen ültetett gyümölcsfákat Szombathely 2 zöld óvodájában. Az alma és körtefákat a város egyik legnagyobb kertészete adományozta az intézményeknek. Csákányozni is kellett a kemény földet, hogy megfelelően előkészítsék a talajt a fiatal gyümölcsfáknak a Vörös Sándor óvoda udvarában. A munkából a kicsik is kivették a részüket. Ásunk egy vödröt, rakunk bele trágyát, megrottyoljuk, oda rakjuk a fát, és beássuk vissza. Itt hamarosan focipálya készül a gyermekeknek, emellé ültettek alma és körtefákat a vasi médiumok képviselői. Szeretjük a gyümölcsöket, minden héten van gyümölcsnapunk, sok gyümölcsöt, vitamint eszünk, úgyhogy tényleg nagyon örülünk, hogy kaptuk ezt a 2 gyümölcsfát. A gyerekek énekkel, tánccal köszönték meg a vasi médiumok összefogását. A város másik zöld óvodájában, a Szűrcsapó utcai intézményben hetek óta készültek már a kicsik a földnapi programokra. Szerintem úgy védjük a földet, hogy nem dobálunk el szemeteket. Hogy nem pazaroljuk a vizet, meg hogy egészségeseket eszünk, meg hogy olyanokat dobunk, meg
hogy újrahasznosítunk minden szemetet. Ez a gyönyörűséges két fa, amit kaptunk most a földnapi rendezvény keretében, ez egy új nevelési szintér lesz nekünk, hiszen évszakról évszakra, sőt napi szinten tudják a gyerekek megfigyelni a fejlődését, a bekövetkezett változásokat. A most elültetett két-két alma és körtefa nem csak a környezet védelmét, hanem a gyermekek egészséges étkezését is szimbolizálja. E célok érdekében fogott össze a Friss Rádió, a Vasnépe, a Superinfo és a Szombathelyi Hétnap, valamint a Szombathelyi Televízió. Én nagyon örültem akkor, amikor az egyik kolléganőm, Tóth Marietta, kitalálta lényegében ezt a történetet, hogy a Föld napján valami olyasmit alkossunk, ami maradandó. Minden olyan akciót meg kezdeményezést támogat a Vasnépe, amely valamilyen módon előmozdítja a szűkebb környezetünk, Vasmegye vagy Szombathely szépségét, közösségét, és úgy gondoljuk, hogy ez pontosan ilyen. Pannonlapok ingyenes divíziója az mindig is örömmel vesz részt ezekben a kezdeményezésekben, hiszen központi elem számunkra és központi fontosságú számunkra a család. A gyümölcsfákat a város egyik legnagyobb kertészete adta az óvodáknak, és munkatársuk a szakszerű ültetésben is segített. Eltemették Szarka Zoltánt. A Haladás VS-e legendás olimpiai bajnok kapusa, Szombathely díszpolgára hosszantartó betegség után életének 73. évében hétfőn hajnalban hunyt el. Több százan kísérték utolsó útjára a Herényi temetőben. A ravatal előtt sorra rótták le kegyeletüket Szarka Zoltán családtagjai, tisztelői, tanítványai. A gyászfertartást Molnár Szabolcs kámoni plébános vezette. Emlékbeszédet mondott Puskás Tivadar polgármester, a Magyar Olimpiai Bizottság képviseletében Horváth Vilmos, a Magyar Labdarúgó Szövetség részéről Dunai Antal, Horváth Norbert, a Haladás VS-e ügyvezető elnöke és Király Gábor, a Magyar Labdarúgó válogatott kapusa. Szarka Zoltán 1961 és 1980 között 244 bajnoki mérkőzésen szerepelt, tagja volt az 1968-ban Mexikóvárosban olimpiát nyert válogatottnak. Aktív pályafutása befejeztével kapusedzőként dolgozott a Haladásnál, keze alól több tehetséges és sikeres hálóőr került ki. Sportolóként alázatos és kitartó, emberként szerény, családszerető, mindenkivel jó viszonyra törekvő volt. Halála veszteség a magyar sportélet és a város számára egyaránt. Első alkalommal szervezett támogatói estet a II. János Pál katolikus szakkollégium. A rendezvény fővédnöke és díszvendége Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke volt. A díszvacsorával záródó adománygyűjtő estnek a Brenner Oktatási Központ aulája adott otthont. A Szombathelyi megyés püspök meghívására érkezett a városba Kövér László házelnök, hogy jelenlétével is rangot adjon annak a díszvacsorának, amely a 4 éve alapított katolikus szakkollégium működtetéséhez keres támogatókat. A 44 szakkollégista mindegyike fellépett valamilyen műsorszámmal az este során. A produkciók célja az volt, hogy bemutassák a jelenlévőknek az intézmény alappilléreit, a tudás, a hit és a közösség hármas egységét. Nem elég pusztán az, hogy az értelmet, az intellektust csiszoljuk, szükség van a szív növekedésére is, és ez a hitben, az erkölcsi életben valósulhat meg igazán, ezért gondolom, hogy egy ilyen szakkollégiumnak van létjogosultsága. A szakkollégiumot fenntartó Szombathelyi Egyházmegye nem a fűtés számlához remél hozzájárulást. Olyan támogatók segítségére számít, akik a jövőbe, a következő generáció keresztény értelmiségének képzésébe szeretnének és tudnak befektetni. A parlament elnöke, aki több mint 30 éve a Bibó szakkollégiumban tanulta a demokráciát, az új alaptörvény egyik díszes példányát hozta el a szakkollégium könyvtárának. Az alkotmány néhány mondatára külön felhívta a támogatói est közönségének figyelmét. Bízunk a közösen alakított jövőben, a fiatal nemzedékek elhivatottságában. Hisszük, hogy gyermekeink és unokáink tehetségükkel, kitartásukkal és lelkierejükkel ismét nagyjá teszik Magyarországot.
Az első ízben meghirdetett támogatói estre Vas és Zala megye közéleti és gazdasági szereplői kaptak meghívást. A belépő jegyekből és a helyszíni felajánlásokból a szakkollégiumban működő hallgatói kiválósági programhoz és a műemléktornaterem felújításához járulhattak hozzá. 24 órás sebességmérő akciót tartott a rendőrség Európa szerte. Szombathely környékén 3 új mobil trafipaxsal figyelték a gyorshajtókat. A Speed Marathon elnevezésű akció célja nem a büntetés, hanem a balesetek megelőzése volt. A Herényi város részen a Szent Imre Herceg útján figyelték a rendőrök a gyorshajtókat tegnap kora délután. Az összeurópai Tízpol akcióban csütörtökön reggel 6 órától péntek reggel 6-ig dolgoztak a mobil trafipaxok, Vas megyében összesen 45 helyszínen. Az ellenőrző pontokat közlekedésrendészeti szempontok alapján jelölte ki a rendőrség, de a lakosságtól is vártak javaslatokat e-mailben arról, hova állítsák a sebességmérőket. 32 állampolgárról érkezett bejelentése megadott e-mail címre, és 35 helyszínt javasoltak, ahol most vagyunk el is egy javasolt helyszín, Szombathely beltelenén a Szent Imre Herceg úton. A javaslatoknak a nagy részét beépítettük azokba az ellenőrzésekbe, amik a mai nap zajlanak. A balesetek nagy része a sebesség túllépés miatt történik, erre hívta fel a figyelmet a nagyszabású akció. A cél nem a büntetés, hanem a megelőzés volt. Helyszínenként 2-3 órán át mérték az autósok sebességét a megye közútjain. Az eredmények kedvezően alakultak, az akció ideje alatt nem történt halálos baleset az ország útjain, összesen 3741 gyorshajtót regisztráltak, ami tavalyhoz képest 25%-kal kevesebb. A tűzveszélyeire hívják fel a Vas megyei óvodások és általános iskolások figyelmét a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat munkatársai játékos foglalkozások keretében. Az életkori sajátosságoknak megfelelően beszélnek a tűzoltók munkájáról, felszereléseiről, a tűz használatának szabályairól, így a gyerekekben korán kialakul a körültekintő, felelős magatartás. Megfoghatjátok. Föl is rakhatjátok a fejetekre. A tűzoltók sisakját, zubbonyát és a védőkesztyűket is felpróbálhatták a Gazdag Erzsi óvoda iskolába készülő ovisai a szerdai játékos tűzvédelmi oktatás alkalmával. A gyerekek megismerkedhettek a mentés során nélkülözhetetlen egyéb felszerelésekkel is, például a légzőkészülékkel és a hőkamerával. A beszélgetésből pedig kiderült, hogy ha kigyullad a konyhában a forró olaj, és nincs kéznél homok, liszttel is el lehet oltani a lángokat. Anya vagy apa megengedi-e, hogyha a sütőből vagy valahonnan ki van véve edény, élelmiszer, mi egymás, hogy ahhoz hozzányúljatok? Nem, mert akkor elégetjük a kezünket. A kötetlen hangulatú foglalkozáson a gyerekek megtanulták a tűzoltóság hívószámát, megismerkedtek a biztonságos tűzgyújtás szabályaival és a tűzoltók munkájával. Felszerelésben, légzőkészülékben felöltözött embert más a hangeffektus, mást fognak látni, esetlegesen vannak olyan hanghatások, amiktől meg is rémülhetnek, hogy erre felkészítsük őket. Hogyha valamikor is találkoznak velünk, akkor a mi munkánk könnyebb legyen, és őket is könnyebben meg tudjuk találni, ne bújjanak el a tűzoltók elől. Az óvodában máskor is szóba került már a tűz, mint őselem. A gyerekek ismerik Prométeusz mondáját, tudják, hogy a tűz miért fontos a mindennapjainkban, és azt is, hogy a tűz nem játék. Természetesen azzal is tisztában vannak, hogy a tűz veszélyforrás is, nagy károkat is okozhat, és akár az emberek életében is. Ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy már itt óvodában megismertessük a gyerekeket a tűzvédelmi szabályokkal. Évente egyszer tűzvédelmi próbariadót tartanak az óvodában, és a gyerekek a tűzoltó laktanyába is ellátogattak már. A katasztrófavédelmi műveleti szolgálat munkatársai végigjárják a megye óvodáit, hogy játékos formában osszák meg a gyerekekkel a legfontosabb tudnivalókat. Szent Mártonról egy percben. A jubileumi Szent Márton évre megújult a szombathelyi Székesegyház főbejárata. Az új kaput Veres András megyés püspök áldotta meg decemberben az Irgalmasság Szentéve egyházmegyei megnyitása során. A Szent Márton születésének 1700. évfordulójára meghirdetett jubileumi évre megújítatta a Székesegyház teljes főbejáratát a szombathelyi egyházmegye. Kicserélték a két oldalsó kaput, a középső pedig bronzborítást kapott, melyet Veres Gábor szobrászművész készített.
A közel 3,5 méter magas, tölgyfából készült, féltonnás kétszárnyú kapuzatra 6 dombormű került fel. A kazettákban Szent Márton életének egy-egy eseménye látható. Az első felidézi Márton szaváriai születését. A tehetős pogány szülők Martinusz névvel gyermeküket a hadistennek, Marsnak ajánlották. Katonai szolgálata idején a hagyomány szerint kettévágott köpenyének egyik felével betakart egy didergő kóldust. Életrajzírója Sulpicius Severus szerint, miután felhagyott a katonasággal, a mai Szent Márton templom előtt álló kút vizével megkeresztelte édesanyját. Márton harcolt az eretnekség ellen, ezért Szaváriában nyilvánosan megvesszőzték, majd a tartományból is kiűzték. Püspökké szentelése után is nagy figyelmet fordított a rászorulókra. Albengai miséje előtt felső ruházatát egy koldusnak adta, maga pedig egy durva anyagú ruházatban tartotta meg az istentiszteletet. A szent mise során tűzgömb jelent meg a feje fölött, ami fényes sugarat vont maga után. A bronzkapu díszítése Szent Márton halálára is emlékeztet. Újabb vereséget szenvedett a Falkó Trend Optika KC kosárlabda csapata. A szombathelyiek ezúttal Sopronban kaptak ki 85-65-re, és így veszélybe került a rájátszásba jutásuk is. A rájátszásba jutás szempontjából rendkívül fontos mérkőzést játszott Sopronban a Falkó kosárlabda csapata. Ehhez képest a szombathelyiek rendkívül rosszul kezdték a derbit, és már az első félidő végén közel 20 pontos hátrányban voltak. Térfélcserét követően ugyan nem nőtt tovább a különbség, de a vége így is 85-65 arányú vereség lett. Megint az első félidő katasztrofásra sikeredett, a másik félidőben megint sokkal jobbak voltunk, nem tudom ennek az okát, hogy pedig akkor melegítenek a játékosok, akkor kéne tűzből lenniük az első percekbe, de mindig rossz döntéseket hozunk, és az volt még nagyon szembetűnő az első félidőben, hogy nem volt gólpasszunk, nulla gólpasszal lehoztunk 20 percet, és utána már hiába futottunk az eredmény után, csak tartani tudtuk ezt a 15-20 pontos különbséget, ami végeztem 20 lett. A Sopron csapata az előző fordulóban Pécset rendkívül gyenge játékkal szenvedett súlyos vereséget. Sabáli Balázs együttese ezúttal sokkal jobb teljesítménnyel rukkolt ki, és gyakorlatilag 20 perc alatt megnyerte a Falkó elleni összecsapását. Én pontos srácoknak azt mondtam, hogy azért dicsérem őket, mert amit ebben a két napban próbáltunk gyakorolni, és ami gond volt Pécset, a 2-2 lenni játékban nagyon jól mentek a labdák, és az első félidőben sakmat helyzeteket alakítottunk ki. A Falkó ugyan jelenleg a tabella 8. helyén áll, de még korán sem biztos, hogy a szombathelyiek be is jutnak a rájátszásba. A legfontosabb most az, hogy a sárga-feketék szombaton győzzék le az Aréna Szaváriában a Pécs gárdáját. A találkozót a szurkolók ingyen tekinthetik meg. A Szombathelyi Televízió híradóját látták. Műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg. Híradónkat óránként sugározzuk. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!